Korszerű újraélesztő készüléket helyeztek el a Párkányi Városháza bejáratánál. A készülék kritikus esetekben szó szerint életet menthet, ezért is szerelték fel ide, nyilvános helyre, a Városháza főbejárata előtt közvetlenül található egyik oszlopra. A készülék éjjel-nappal hozzáférhető, esetenként a városi rendőrség alkalmazottai és a Városháza dolgozói is segítenek használatában, illetve a városi rendőrség indokolt esetben házhoz, címre is kiviszi életmentésre. Takýmto spôsobom sa nachádza. Krabica má svoj vlastný alarm v prípade, že niekto potrebuje tento defibrilátor zobrať na určité miesto. Nachádza sa v tejto taške, jednoducho sa uchopí a berie sa na konkrétne miesto, kde sa pacient nachádza. Konkrétne použitie tohto prístroja vám následne ešte ukáže pani doktorka Povinská. Prístroj bol zakúpený z rozpočtu mesta Štúrovo a na základe hlasových a obrazových povelov funguje na takom princípe, aby naozaj aj laik dokázal zachrániť ľudský život. Dúfame, že takýto moment nenastane, dúfame, že nebude potrebný, ale pre prípad, že by bol, tak chceme byť naozaj pripravení, nakoľko vieme, že ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu. Az újraélesztő készülék szükség esetén bárki rendelkezésére áll, okos és hasznos berendezés, amelyet kritikus pillanatokban még egy laikus is egyedül is használni tud életmentésre, ugyanis a gép maga is ad utasításokat, hogy hogyan járjunk el újraélesztéskor. Pri výbere miesta sme zohľadňovali hlavne dostupnosť. Ide o miesto, kde každý môže prísť motorovým vozidlom, jednoducho zastaví, zobere prístroj a ponáhla sa na potrebné miesto. Zároveň veľmi dobre vieme, že v budove sídli mestská polícia, takže v prípade potreby, ak niekto volá mestských policajtov, oni prístroj zoberú, ponáhľajú sa s ním na potrebné miesto. A jednotlivé verejné podujatia, koncerty sa často organizujú práve na pešej zóne, na prilahlých veľkých parkoviskách, aj kultúrny dom sa nachádza veľmi blízko, kde je veľká frekvencia návštevníkov, takže práve z tohto dôvodu bol prístroj umiestnený tu. Az újraélesztő készülékhez közvilágítást és kamerát is felszereltek, a város a berendezést 2000 euróért saját költségvetéséből vásárolta meg. Lényeges továbbá, hogy a készüléket a mentőszolgálat operatív központjában is bejegyezték. V prípade, že niekto volá na tiesňovú linku, tak operátor tiesňovej linky vie toho záchrancu vlastne navigovať na to najbližšie miesto, kde môže tento defibrilátor vyzdvihnúť. Pretože si myslím, že netreba iba nečinne čakať na príchod záchrannej zdravotnej služby, ale naozaj treba aktívne a čo najlepším spôsobom poskytnúť tú prvú pomoc. Adriana Povinská doktornő szakmai szempontból mutatta be az újraélesztő készüléket, arra is felhívta a figyelmet, hogy kritikus esetekben, ha valakinek leállt a légzése, eszméletlen és nem reagál semmire, akkor ne féljünk használni a készüléket, lehetőleg azonnal, mert rontani nem ronthatunk az illető állapotán, segítsünk gyorsan, addig is, míg kiérkezik a mentő. Tendencia vo svete a už našťastie aj u nás je taká, že do 5 minút by mal byť dostupný automatický externý defibrilátor, pretože je to neodmysliteľnou súčasťou možnosti oživiť pacienta, keď je vlastne v životohrozujúcom stave, teda v bezvedomí a nedýcha. Pre laika je to obrovská pomôcka, pretože v podstate ho naviguje počas celej tej resuscitácie, tak ako to robia operátori cez telefón, tak tento prístroj po nalepení na pacienta ublížiť neublíži, takže netreba sa ho báť použiť, pretože nedá výboj bez toho, aby bol indikovaný. Dokonca sám povie, kedy je treba, kedy nie je treba. Podá ho bez toho, aby musel rozhodovať ten laik a zároveň, pokiaľ aj nie je indikovaný ten výboj, tak toho laika naviguje, ako má resuscitovať, teda koľkokrát stláčať hrudník, či stláča dokonca dostatočne, upozorní ho, ak je to málo, že má pritlačiť viac. A myslím si, že je takou malou barličkou pri tej resuscitácii, že tým ľuďom trošku pomôže v tom strese, pretože majú pocit, že niekto tú zodpovednosť preberá za nich. Korszerű, hatékony, könnyen kezelhető berendezést vásárolt Párkány. Toto je jeden z najlepších a najmodernejších prístrojov na trhu. Je výhodný tým, že batérie nepotrebuje špeciálne, dajú sa v ňom vymieňať obyčajné batérie, tak ako do fotoaparáta, takže netreba vymieňať nejaké špeciálne. Je jednoducho ovládateľný, v podstate úplne intuitívny, funguje na báze ako keby detského leporela, odklopíte vrchnák a tam máte obrázky s presným postupom, čo máte robiť.
a v podstate aj malé dieťa vie vyčítať z tých obrázkov, že ako ho má použiť. A ďalšia vec, výhoda tohto typu defibrilátora je tá, že je nárazovzdorný, je taký mohutnejší, teda je menej krehký, takže mal by vydržať aj hrubšie zaobchádzanie. Povinská doktornő ezek után bemutatta a készülék pontos használatát is. Přístroj je v pořádku, dospělé elektrody. Zůstaň v klidu, zkontroluj vědomí, přivolej pomoc. Uvolni dýchací cesty. Zkontroluj dýchání. Nalep elektrody. Az újraélesztő berendezés a maga nemében első fecskének számít a városon belül, még úgy is, hogy a papírgyárban és a vadasban is található ilyen készülék, de a belvárosban ez az első. A jövőben tervezik, hogy a korzó felső végére az akvárió üzletközponthoz is kihelyeznek egyet, aztán a poliklinika és a teraszok 2 lakótelephez is.